大家好，我很高兴介绍我的这季化妆。Ne jegyenek meg, ha ez nagyon kínai volt, nekem is az volt, mert ez valóban kínaiul szólt. Gályász Enikővel fogunk beszélgetni, majd az is szóba kerül, hogy hol és miért tanult meg kínaiul. Most viszont azért vagyunk itt a Heimat Múzeumban, hogy megmutassa nekünk a kiállítását. És akkor induljunk el a kiállításból, talán itt az elején akkor praktikusan. Elsőre azt tűnik föl, hogy nagyon nonfiguratív és fekete-fehér, és az öltözeted is fekete-fehér, úgyhogy én rögtön arra gondoltam, hogy akkor te ennek a két színnek a szerelmese vagy. Nem, ez egyáltalán nem igaz. Igazából minden színt is szeretek, sőt, hát a fekete igazából nem is szín. Próbáltam a kiállításhoz megfelelően öltözni, nagyon szerettem a harmóniát. A képek, ahogy mondtad, hogy nonfigurálisak, igazából alapvetően nonfiguratív elemekből épül fel, de sokan látnak benne figurákat. Például ezt a képet gyakran úgy definiálják, hogy valószínűleg ez egy kutyának az ilyen nonfiguratív elemekből való felépülése. Maguknak a képeknek is pontosan ezért nincs címük, mert nem akarom befolyásolni a nézőket, mindenki azt lát benne, amit szeretne. Sőt, volt olyan, hogy megmutattam egy barátomnak a képet, és ő alapból vízszintesen forgatta el, hogy ő így lát benne valamit, és akkor én mondtam, hogy én ezt függőlegesen képzelem el, tehát egy minimális befolyásolás azért van ezekben a képekben. Igen, alapvetően fekete-fehér grafikák ezek, és nem is csak rajzoknak készültek, hanem pólóminta-terveknek is. Tehát az a lényeg, hogy ezeket az alkotásokat be lehet szkennelni, be lehet fotózni, valamilyen úton, módon bevigyük őket a számítógépbe, innentől kezdve elengedhetetlen egy minimális Photoshop. Tehát a bevitt képeknek a kontrasztját meg kell növelni, ilyenkor a hibákat le tudjuk radírozni. Ezek után érdemes PNG formátumba elmenteni őket, mert JPG formátumba utána nem tudjuk őket kivágni, illetve pixel grafikusból vektorgrafikussá kell tenni ezeket a műveket. Ez azt jelenti, hogy a pixel grafikus kép az olyan, hogyha felnagyítjuk, ugye ilyen pixeleket látunk, ilyen kis kockákat, ellenben a vektorgrafikus képen akárhányszor, akár mekkorára javítjuk fel ezeket, nagyítjuk fel ezeket a képeket, mindig szabályos vonalaknak fogjuk látni, szemben a rastergrafikus képekkel. Ahogy így beszélsz, az jön le nekem, hogy nagyon praktikus gondolkodásmódú vagy, pedig hogyha ránézek ezekre a képekre, akkor azt gondolnám, hogy egy ilyen elvarázsolt művész lélek ez a lány. Hát a technikai része, tehát hogy ezek a művek egy pólóra kerüljenek fel valamilyenféle technika folytán, ugye ezek lehetnek pólómatricák, illetve lehet az, hogy magát az anyagot direkt nyomás útján, magát a fekete, igen, festékanyagot azt a szövetbe viszi be a gép. Ez egy kicsivel drágább, mint a direkt nyomás, de egy sokkal jobban értékálló. Tehát ehhez is értened kell. Ez egyébként fontos neked, hogy akkor minden részletét ismerd és tudd az elkészült alkotásnak? Tehát nem csak megrajzolom a képet, aztán kiadom valakinek feladatba, hogy te én elképzeltem, hogy ez pólóra fog kerülni, oldjátok meg, hanem hogy tényleg te viszel végig minden lépést. Hát szeretek minden lépéshez érteni, de nyilván itt a technikai részhez én minimálisan értek, tehát nem vagyok egy Photoshop guru, én is segítséget kérek, de szeretem, igen, szeretem, hogyha minden kis részhez valamennyire értek. És ahogy mondod, hogy inkább ezek ilyen elvarázsolt képek, hogy nem annyira érzi benne az ember az átgondoltságot, ebben teljesen igazad van. Ugyanis nekem ezek így egy ilyen meditációs folyamat termékei gyakorlatilag, tehát elkezdek ovális alakzatokat rajzolni, és persze egy idő után ránézek messzebbről, és akkor látom, hogy oda el lehetne helyezni egy fület, egy szemet, ő végül is lehetne végül akár egy macska. Tehát ő soha nem úgy ülök le rajzolni, hogy most megvan a fejemben, hogy most én egy cápát fogok rajzolni, vagy éppen egy macskát, hanem gyakorlatilag mindenféle kognitív erőfeszítés nélkül én csak elkezdek rajzolni különböző köröket, ovális formákat, utána pedig ezeket mintákkal töltöm ki, figuratív, illetve nonfiguratív Tehát jön mintákkal. mindegy, jön föntről, mint egy ilyen sugallat.
Igen, igen, igen. Ez abszolút ilyen meditáció, és nagyon, nagyon jó hatással van rám. Én mindenkinek ajánlom az alkotó tevékenységet, vagy nem csak az alkotó tevékenységet, lehet ez egy séta is akár, vagy modellezés, minden, ami egy kicsit más, mint a hétköznapi élet. Tehát, hogy ilyen stresszkezelésnek szerintem ez egy nagyon jó módja. Egyébként felismerült bennem, mert korábban mi beszélgettünk, és akkor mondtad, hogy olyanok ezek, mint a színezők felnőtteknek, és felmerült bennem, hogy oké, de a felnőttek már nem nagyon színeznek, mert nincs idejük rá, meg nem játszanak. Viszont úgy tűnik, hogy benned megvan ez a kíváncsiság, ez a játékosság, ami ezekben a képekben is látszik. Igen, igen, ez abszolút egy feltöltődés, de mondom, minden ilyen dolog, tehát volt olyan, hogy én szülinapra mentem, és akkor társas játékot készítettem a szülinaposnak, tehát hogy ezek így annyira feltölti az embereket, és milyen rossz, hogy kicsi korunkban mennyit rajzolunk, hogy egyszerűen egy kisgyermeket le lehet kötni azáltal, hogy adunk neki egy kifestő könyvet, és hogy felnőtt korunkra ez a kreativitásság, ez a játékosság elveszik a mindennapokban. És igazából aprólékosnak tűnik, de nem tökéletesek, hogyha ránagyítunk ezekre a rajzokra, azért látjuk, hogy szabályos köröket nem látunk, ha közelről megnézünk, ez így összképileg néz ki egy bonyolult műnek. Pontosan ez a jó benne, hogy én soha nem tökéletességre törekszem, és ezért tudom mindenkinek ajánlani, mert hogy ezek a rajzok nem azt a célt szolgálják, hogy tökéletesek legyenek, hanem hogy az ember kikapcsolódjon. És ha valakinek mondjuk nincsen affinitása magától ilyen alkotásokat létrehozni, amit említettél, egy felnőtt kifestőkönyv, például tökéletes relaxációs gyakorlat ugyanúgy. Neked ez az affinitás gyerekkorodból jön, vagy felnőttként találtál rá erre a kikapcsolódási módra? Hát inkább felnőtt koromban jött ez újra az életembe, de tudni kell rólam, hogy én nagyon szeretek nyelveket tanulni. Tanultam arabul, héberül írni, olvasni tudok arabul és héberül, illetve a kínai nyelvnek is a szépsége számomra az az írásjegyekből áll. Igen, azt már megcsillantattad nekünk a kínai tudásodat. Úgyhogy igazából mindig is vonzódtam ehhez, meg én ide jártam általános iskolába, a Keser Csaba általános iskolába, és volt egy jókai rajzpályázat, ahol például külön díjas voltam. Tehát, hogy így voltak erre utaló jelek, én azt gondolom, hogy nem vagyok olyan igazán tehetséges, valószínűleg ezért tudom ennyire élvezni ezt a tevékenységet, viszont talán azt elmondhatom, hogy az átlagos embernél egy kicsit több tehetségem van a rajzoláshoz. Soha nem gondoltam, hogy egyszer ki fogom színezni ezeket a műveket, de ez egy nagyon, nagyon fontos pontja az életemnek, hogy elkészültek ezek a színes művek, ugyanis kórházban töltöttem másfél hetet, és nem igazán jól viseltem a betegség tudatot, nem igazán szerettem volna, hogy sokat látogassanak, és akkor én arra kértem meg a szüleimet, hogy az nagyon jó lesne, hogyha kapnék egy pár A4-es lapot, és hogy néhány alkoholos filcet, és akkor ezzel is hozzásegítem a gyógyulásomat, és akkor ők egy hatalmas csomaggal leptek meg, ahol színes filctollak is kerültek, úgyhogy így lettek igazából ezek a rajzok kiszínezve, és hát gyakorlatilag ez a gyógyulási folyamatnak a része. Megint odajukadtunk ki, hogy a rajzolás tulajdonképpen terápia, meditáció vagy terápia. Az egész alkotási folyamatnak a katalizátora egy jó ötlet, ami nem csak a művészet terén, de az élet minden területén jó, hogyha van egy jó ötletünk. Egy jó ötlet ismérve pedig az, hogy bármikor továbbfejleszthető és átalakítható. Ez a rajzolás terén talán abban mutatkozik meg, hogy egy adott művészeti stíluson belül végtelen számú, de eltérő műveket tudunk létrehozni, akkor azt jelenti, hogy ez az ötlet egy stabil ideaként él a fejünkben. Meddig látogatható ez a kiállítás? A kiállítás október 11-ig tekinthető meg. Na akkor reméljük minél többen eljönnek megnézni, egy picit talán elmélázni, meditálni a képek mellett a képeken. Mi pedig csücsüljünk le, és akkor beszélgessünk egy kicsit bővebben a tanulmányaidról, az élettel kapcsolatos felfogásaidról, hogy picit jobban megismerjünk téged.
Említetted már nekem, hogy tulajdonképpen felnőttként fogalmazunk így szoktál rá a rajzolásra, de hogy már gyermekként is volt benned egy efféle affinitás. Végeztél ez irányú iskolákat? Igen, elvégeztem egy művészeti képzést, ez igazából egy OKI volt, egy divat és stílus tervező OKI, egy 3 éves levelező képzés, amit a Forrai Magániskolában végeztem el, és nagyon élveztem az egész folyamatot, nagyon szerettem a tanáraimat, az iskolát és a környezet is, minden nagyon szuper volt, és igazából maga a záróvizsga is olyan volt, amit elejétől fogva nagyon-nagyon szerettem. Például egy művészeti képzésnél ellentétben a komolyabb egyetemeket és felsőoktatási intézményeket, itt a szakdolgozatot nem bőrkötésben kell beadni, és meghatározott betűtípusa és sorközzel, hanem gyakorlatilag így szabadjára engedheted a dolgozatnak a kivitelezését. Természetesen ez nem a tartalom, attól még legyen komoly. Komoly, igen, tehát hogy azért ilyen akadémikusan fogalmazzunk, de maga a körítés az bármilyen lehet. Nekem az egyik szakdolgozatom például a magyarországi kékfestésről szólt, és ott egy kreatív könyvet hoztam létre, amit lehetett lapozgatni, kihajtogatni. Volt benne olyan rész, ahol például egy babát fel lehetett öltöztetni. Az oldalakat egyenként én megfestettem ilyen kékfestői mintákkal, térképet rajzoltam, hogy annó a kékfestők hogyan mentek el tanulmányi útra, külföldre tanulták ezt a mesterséget, aztán visszajöttek, és ugye itthon a megszerzett tudás után egy komolyabb szinten kezdték el végezni a mesterséget, úgyhogy nagyon élveztem például ezt a szakdolgozatot is, különösen azért, mert egyre kevesebb kékfestő van. Az országunkban sajnos tényleg egy kihaló ágban van ez az egyedi és sajátos művészeti stílus. Ezt az albumot is például a divattervező OKI-hez készítettem, ez gyakorlatilag egy teljes tervezést visz végig, az ötleteléstől egészen a megvalósulásig. Én a minimalizmust választottam. Ugye, amikor az ember elkezd egy ilyen tervezési folyamatot, biztos, hogy amit alkod, az valamilyen stílusirányzatba bele fog férni. Vagy új stílust alkot. Bocsánat, nem biztos, hogy olyat lehet még, de... Igen, igen, persze, természetesen ez is előfordulhat, de ha új stílust is hoz létre, akkor is van valami inspirációs tőkeforrás. Tehát ilyenkor érdemes utána nézni egy-egy stílusnak, azt röviden leírni, esetleg egy-egy idézetet, amit meghatározza azt a stílust, amiben ő alkotni szeretne. Vagy esetleg már a célcsoportról is írhat, elképzelheti a vásárlóját, hogyan öltözködik fel, vagy esetleg az, hogy hogy képzeli egy napját. És egyébként neked miért a minimalizmus volt szimpatikus? Mielőtt elkezdtem készíteni a vizsgamunkámat, meg volt adva 3 stílusirányzat, hogy ne legyen, hogy azért csoportosan tudják bemutatni, mondjuk a divat bemutatón ezeket a műveket, ezért külön meg voltak adva a stílusirányzatok, és nekem a stílusrendszatok között, amik meg voltak adva közül, a minimalizmus tetszett a legjobban. Érztem, hogy ez áll hozzám a legközelebb, ezért választottam ezt. Innentől kezdve, hogyha már megvan a stílus, gyűjtő munkába kezdhetünk. Ezek különböző, én különböző internetről halászott képeket gyűjtöttem ide, ami szerintem a minimalizmushoz köthető. Itt nem muszáj a divatra támaszkodnunk, tehát építészet. És most egy kockaház mondjuk mire inspirálhat? A szabás formára, vagy? Igen, például a szabás formára, igen, a szabás forma az hajazhat erre a bizonyos merevségre. Uh-huh. Így van. Ugye itt például a lakberendezés, amit ugyanúgy köthetünk, és akkor végül így eljuthatunk a divathoz. Uh-huh. Ez lehet ékszerek, tehát kiegészítők, illetve ruhák, cipők, tehát bármi, ami úgy gondoljuk, hogy köthető ehhez. És egyébként mennyire kell eredetit alkotni? Mert hogy a divatvilágban is már annyi mindent megcsináltak. Tehát elég az, hogyha azt mondod, hogy veszem egy híres tervezőnek a ruháját, és én a hosszú ujjú helyet rövid ujjúba csinálom, vagy tényleg valami igazán újat kell csinálni? Hát természetesen megengedett az, hogy valaki inspirációs formában, inspiráció miatt egy divattervezőhöz nyúlja manapság, ezt amúgy sem lopásnak mondjuk, hanem inkább ihletnek, vagy esetleg tisztelgés a nagyok előtt. Úgyhogy ez abszolút megengedett.
meg ha még a szabás hasonló, és egy kicsit át van alakítva, attól még az anyag, a minta lehet más, tehát hogy teljesen ugyanolyan szerintem nehéz is alkotni. Akkor ezek az inspirációk, és akkor utána a következő fázis micsoda? A következő fázis az a divatrajz. A divatrajznak az a lényege, hogy látszódjon rajta a ruha, nem kell a szabás vonalakat itt még berajzolni. Nagyjából látszódjon, hogy milyen anyagból van. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen, átadja magát a hangulatát is a ruhának. És ha ez megvan, akkor utána kell megcsinálni a mérettáblázatot. Tehát mindenki megnézi, hogy egy női blúz méreteihez ennyi adat szükséges. Ez igen, és ezt egy modellről veszed le, vagy? Igen, igazából én ezeket a ruhákat a saját méretemre terveztettem meg, vagy készítettem el, úgyhogy ezek a saját méreteim centivel, de hát nyilvánvalóan, ha az ember felmegy az internetre, ott megtalálja a standard méreteket. De ha mi magunk készítjük el a szabás mintát, akkor ott pontos méretekkel kell dolgoznunk. Ez megint így a divatrajz, és akkor itt van az anyaggyűjtés. Ez, amit mondtam, hogy mielőtt belevágnánk, nagyon fontos, hogy figyeljünk a részletekre egyből, tehát hogy ne a szabásnál derüljön ki, hogy egyszerűen az anyagok nem kombinálhatóak. Ennek az anyagnak az a neve, hogy munkaruhavászon. Tehát ez egy nagyon meleg anyag, és merevebb is. Azért is választottam ezt, mert hogy a minimalizmus, hogy ez nem fog gyűrődni. Aha. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon szép textúrát ad. Igen, igen. Tartja a formáját. És ez még a textilbőrt választottam, mint kiegészítőt. Igen, ez pedig már a műveleti rajz. Itt lehetne egyébként neki is lába, meg feje, meg keze, de lehet, hogy csak a ruhát ábrázoljuk. Tehát ebből már a varrónő dolgozik? Igen, ebből már a varrónő tudni fogja, esetleg ő is el tudja készíteni a divatrajz alapján, a mi segítségünkkel, de ez nagyon fontos. A varrónő szempontjából ez a leglényegesebb, nem a divatrajz, ugyanis itt be vannak rajzolva a varrások, a hasítékok, tehát hogy ő ebből pontosan fogja tudni, hogy mi a mi elképzelésünk. És ha ez megvan, akkor jönnek a szabás minták, amik már így néznek ki. Természetesen ez egy kicsi nyitott változata. Igen. És akár egy egyszerű női blúznak a szabás mintáját, a valós méretűt, mert ugye ezek egynegyedesek, amiket mutatok, annak az elkészítése egy egész délután igénybe vesz. Rengeteg energiád van, nem csak ebben az albumban, de ebből az albumból látszik, hogy az egész képzésben is gondolom rengeteg energiád van. Hogy nem divattervező lettél, vagy hogy úgy értem, hogy ez csak egy hobbi maradt. Tehát, hogy nem kezdtél el ezzel komolyan foglalkozni? Valószínűleg azért, mert amikor kezdtem ezt a képzést, akkor is volt mellette az ELTE arab szaka és a Corvinus kommunikáció mesterszaka, tehát akkor is egy olyan állapotom volt, amikor sok mindenbe voltam belefogva, és én ezt hobbinak szántam. Meg úgy gondoltam, hogy ez az az iskola, ahol lesznek kiváló rajztanáraim, és ez így is lett, hogy megtanítanak rajzolni. Ugye előtte is tudtam valamennyire, de hogy fejlődik a rajzolási készségem. És ahogy megcsináltam egyébként ezt a diplomamunkát, ekkor jöttem rá, hogy ez egy nagyon költséges dolog. Tehát ahhoz, hogy Magyarországon erre nincs annyira igény, úgy gondolom. Főleg azért, mert a plázákban megtalálható boltok, üzletek, nem említek szándékosan neveket. Ugye ez a gyors divat, ez a fast fashion jelenség. Tehát, hogy folyamatosan megkapni a ruhákat. Folyamatosan jön az új kollekció, az előzőt olcsón kell eladni, és az ember ott van, hogy akárhogy is számol, úgy gondolja, hogy még az anyagköltség sem jön ki. Úgyhogy sajnos úgy érzem, hogy ennek Magyarországon még nincs meg a piaca, és tényleg ahhoz, hogy valaki komolyan divattervező legyen, kell egy saját tőke. Tehát ez egy költséges dolog az elején. Úgy veszem észre, hogy nagyon sok minden foglalkoztat, és hogy nagyon sok mindenbe belekezdtél, de be is fejezed ezeket a projekteket? Vagy olyan vagy, hogy egyszerre fut 3-4, és azt se tudod, hogy mihez kapj? Általában egyszerre több dolog szokott futni, be szoktam fejezni, amit elkezdek, ez nálam fontos.
Úgyhogy hát nagy utat tettem meg. A Corvinuson végeztem kommunikációs szakot, egy alapszakot és egy mesterszakot. Ez alatt voltam Hollandiában fél évet ösztöndíjjal, Erasmus program keretén belül. Elvégeztem az ELTE-n egy arab szakot, ezt a divattervező iskolát. Akkor most vagyok Pázmányon végzős kínai szakon. Itt már abszolváltam, megvan a szakdolgozatom is, csak egy államvizsga hiányzik, illetve a kinti egyetem, a kínai egyetemen is egy mesterszakot végeztem, és ott is csak a diplomavédés hiányzik, tehát hogy ezek már így a vége felé járnak, illetve most egy turizmus iskolát is végzek, ahol idegenvezetőként fogok végezni, és ez is egy olyan dolog a kezembe, ami mondjuk nagyon jól passzol az idegen nyelvekkel, és hogyha úgy gondolnám, hogy éppen ezt a hivatást szeretném űzni, akkor lesz róla papírom, és egyébként terveim között szerepel az is, hogy akár idegenvezető legyek. És egyébként mi vezérel a választásaidnál? Tehát például miért pont Kína? Igazából maga a keleti vonal az a japán rajzfilmekkel, az animékkel kezdődött, azokat nagyon szerettem, és akkor így gondoltam, hogy a keleti nyelvek felé veszem az irányt. Először a Közel-Kelet lépett be az életembe, az arab nyelv és a héber nyelv, és hát az megfogott engem egyszerűen, hogy nem latin betűkkel kell írni. Úgyhogy kicsit ilyen grafomán vagyok, úgyhogy imádom, hogyha valami különleges írás jegyekkel kell leírnom valamit, és akkor így jött nekem igazából a keleti kötődés, tehát az írásjegyek vonzottak inkább, illetve nekem nagypapám, akit nagyon-nagyon szerettem, ő életében 7-szer volt Vietnámban, és mindig kaptuk onnan a különböző tárgyakat, ilyen keleties tárgyakat, meg láttam a képeket, és olyan jól nézett ki, hogy egy ilyen európai ember ott a vietnámiak között teljes boldogságban, és ezeknek is mindig úgy is tért haza, meg úgy beszélt Vietnámról, hogy a második hazája. És lehet, hogy ez is így még rátett arra, hogy engem érdekel a Kelet, hogy volt egy ilyen kötődés a családnak. És egyébként te is ugyanilyen könnyen beilleszkedtél? Milyen volt egy más kultúrában élni? Hát elég érdekes volt, viszont amikor először az első ösztöndíjammal fél évet voltam Kínában, ott 11 magyar is volt velem, tehát ott inkább mint magyarok tömbösödtünk. A második ösztöndíjam, egy egyéves mesterképzés volt, ott pedig nagyon sok külföldi diák volt. De hát nekem az egyik legjobb barátnőm egy mongol lány volt, a másik pedig brazil, tehát így is nagyon jó volt, hogy különböző kultúrából jött emberekkel, olyan jól éreztük magunkat, de ugyanúgy voltak lehetőségeink az egyetemen belül, hogy kínaiakkal gyakorolhattuk a nyelvet. Úgyhogy kicsit zárkózottak, nehezen nyílnak meg, ez fura volt, de érdekes, tehát hogy... És hoztál haza valamilyen rájuk jellemző szokást? Hát inkább a beszédben, amit mondjuk egyetemen nem tanulunk, az inkább így a kiejtésben, ahogy ők így bólogatnak, tehát inkább így a nonverbális kommunikáció, amit nagyon könnyen átvettem. Mutatsz valamit, hogy mi az, amit ők másképp csinálnak? Hát, vagy ez úgy spontán szokott jönni? Ez inkább így spontán jön, igen, uh-huh. Igen, azt észrevettem. Meg ami nagyon fontos Kínában, a guangxi, ez azt jelenti, hogy kapcsolat, ez náluk rendkívül fontos. Néhány embernek valószínűleg ez csúnyának tűnhet, megvesztegetés gyanúnak, de ott ez gyakorlatilag egy szokás, és semmilyen negatív töltete nincsen. Tehát én akárhányszor visszamentem Kínába, mindig vittem valami magyar dolgot, tehát Balatonszeletet, túrórudit, tehát hogy valamilyen magyar terméket, és akkor ezt mindig a tanulmányi osztályon, vagy valamelyik tanáromnak odaadtam, és tényleg nem azért, hogy majd akkor én később kérek tőlük valamit, de hogy egyszerűen azt vettem észre, hogy ez a szokás, és ez náluk nagyon fontos. Olyannyira, hogy van egy ismerősöm, aki részt vett kint egy kínai esküvőn, és azt mondta, hogy egy nagy vendégsereg volt, és minden asztalnál mindenkinek volt egy borítékban pénz, illetve egy doboz cigaretta. És hogy ez nálam ilyen nagyon furcsának tűnt, mert ugye Magyarországon az a szokás, hogy a vendég visz ajándékot, és ott pedig pont fordítva volt ez. De hát, hogy náluk nagyon fontos a kapcsolatépítés, és ez leginkább az ajándékok átadásában nyilvánul meg. Említettük Kínát, és ha jól tudom, akkor voltál Izraelben is, éltél ott is. Ott milyen kulturális különbségeket tapasztaltál?
Hát Izrael szerintem, először egy hónapot töltöttem Jeruzsálemben, egy csodálatos hely tényleg. Tehát ha valaki kulturális sokszínűséget említ, ott minden van, mindenféle kultúra. Tehát az arab, a zsidó kultúra, de ugyanúgy ugye nagyon erős a keresztény közösség is, úgyhogy tényleg három kultúrának így a csomópontja. Vagy az, hogy bárhová lépünk, egyszerűen egy történelmi emlékbe botlunk gyakorlatilag, úgyhogy ott egy hónapon keresztül minden nap talál magának valami újat az ember. És nekem az is különös volt Izraelben, hogy annak ellenére, hogy sokan azt gondolják, és én is azt gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyon konzervatív része a világnak, ugyanúgy volt modern része, tehát például ilyen 50-60 éves zsidó férfiak Guns N' Roses-t énekeltek gitárral az utcán. Ugyanúgy van McDonald's, igaz, az kosher McDonald's, tehát hogy a szokásaikat megtartják, de hogy nem annyira konzervatív egyfelől, másfelől meg persze ugye ott komoly vallási előírások vannak. Tehát ha keresztény helyre lép az ember, ha zsidó helyre lép, ha az iszlám vallásnak valamelyik helyére mondjuk egy mecsetbe fel kell öltözni és zárt ruhában kell lenni. Sokan nem mernének egyébként belevágni ilyen utazásokba, kalandokba, főleg úgy, hogy ott éljenek hosszabb ideig. Neked nem voltak ilyen félelmeid, mielőtt jelentkeztél, vagy elindultál? Nem, én nagyon vártam. Minden egyes ösztöndíjat én pályáztam meg, úgyhogy én mindig pozitívan álltam ezekhez. Sőt, a legjobb élményem az volt, amikor másodszorra mentem vissza Kínába, és akkor teljesen egyedül mentem. Tehát nem volt velem utitárs, kint is kevesen voltunk magyarok, úgyhogy az teljesen ilyen valami olyan dolog, amit az ember így egyedül akar véghez vinni, mert úgy gondolja, hogy ettől csak önállóbb lehet, és így is lett. Úgyhogy nekem ez abszolút ilyen izgalom volt, nem volt bennem félelem. És egyébként az érvényesülésben mennyire segít az, hogy ilyen világlátott vagy, több kultúrát ismert vagy, nagyon sok mindent tanultál. Könnyebb így érvényesülnöd itthon? Ez nehéz kérdés, mert az érvényesülés szempontjából nem mindig az az elsődleges, hogy az embernek hány diplomája van. Ugye, ha jól számolom, a negyedik és ötödik diplomát fogom most megszerezni, világot jártam, viszont mondjuk nincs annyi tapasztalatom a munkában, mint akár másoknak. Az érvényesülést inkább abban érzem, hogy tényleg szinte bárkivel el tudok beszélgetni. Tehát, hogy biztos találunk olyan pontot, jó, nem mindenben, tehát lehet, hogy a focival kapcsolatban annyira nem, de hogyha az embernek ismerete van a világról, akkor könnyen talál beszédtémet, illetve akár az, hogy mondjuk, ha angolul kell valakivel beszélgetnem, valaki más kultúrából érkezett, akkor nem jövök zavarba, nem kezdek azon agyalni, hogy esetleg mi az, ami mondjuk kulturálisan akkora baklövés lenne, mert hogy igyekszem ezekkel tisztában lenni. Tehát, hogy mondtad is, a kapcsolatépítés, azt így teljesen elsajátítottad, hogy hogyan érdemes és hogyan lehet kapcsolatot építeni másokkal. Igen, igen, és ezért jó, hogyha az ember tényleg ilyen világpolgár, mert hogy voltam így kint egy francia barátnőmnél, például Párizsban töltöttem egy hetet, illetve most tervezem, hogy Brazíliába megyek, a brazil barátnőmet meglátogatni, aki egyébként télen volt Magyarországon, és nagyon örült, mert először látott havat az életében. És akkor mi leszel, ha nagy leszel, ha kérdezhetem így? Tehát mit gondolsz, hogy lesz egy olyan, amikor úgy megállapodsz, és azt mondod, hogy jó, most már elég volt, most már tudom ezt is, azt is, amazt is, most ezzel fogok foglalkozni, és ebből szeretnék megélni, és itt letelepedni, és tehát úgy megállapodni. Hát a tanulásra nem tudom, hogy mennyire fogok tudni leállni, mert ez a dolog, amit nagyon élvezek, és furcsa módon minél többet tanulok, annál inkább tudom, hogy annál inkább van az az érzésem, hogy mennyi mindent nem tudok. Tehát, hogy ez egy ilyen furcsa paradoxon érzés, hogy sokat tanulok, és minél jobban belemegyek valamiben, rájövök, hogy de hát akkor még ezt sem tudtam, meg tényleg ennek egy ilyen vonala is van. Úgyhogy a tanulással nehéz lesz leállni, úgy gondolom. De a nyelvek, amikkel akarok valamit kezdeni, tehát hogy inkább ilyen olyan munkák felé kacsingatok, ahol esetleg a kínai nyelv előnyt jelent, már pedig elég sok ilyen van,
vagy az angol nyelv ismerete. Megállapodást tekintve meg, annak ellenére, hogy nagyon sok időt töltöttem külföldön, nagyon szerettem külföldön élni, mindig egy hatalmas boldogság volt számomra. Minden egyes alkalommal tudtam, hogy én viszont Magyarországon fogom leélni az életemet, tehát hogy én itt akarok majd családot, itt akarok munkát keresni. Persze nem zárom ki az életemből azt, hogy esetleg még külföldön egy-két évet valahol eltölteni, de én nem vagyok az a fajta, aki itt hagyja az országot, és mondjuk külföldön éli le az életét hosszú távon. És mik azok, amik foglalkoztatnak, amikben még nem kezdtél bele, de ugye említetted, hogy hát a tanulással valószínűleg nem fogsz tudni leállni, amit nagyon szeretnél megtanulni. Lehet, hogy most viccesen fog hangzani, de igazából jogosítványom még nincs. Tehát most az első dolog ennek a megszerzése lesz, remélem, hogy könnyen és zökkenőmentesen fog ez megtörténni. Illetve inkább a hobbi tevékenységeim, ami nem is inkább tanulás, de hogy ilyen célkitűzés. Futni nagyon szeretek, jó lenne minél többet futni. Meg a jóga, amivel még kacsingatok, hogy azt jó lenne gyakorolni is, meg egyáltalán mélyebben utána olvasni ennek az egészségügyi és mentális hátteré. Az lesz a vége, hogy jóga oktató lesz belőle, figyeld meg! Nem, jóga oktató nem, de hogy most már inkább úgy nem intézményes kereteken belül, hanem így hobbi szinten azért érdekelnek a dolgok, és utána szoktam olvasni. Most éppen a jóga az, amivel így kacsingatok. Hát akkor én azt kívánom neked, hogy minél több mindent meg tudj tanulni, amit szeretnél. És mit szólnál ahhoz, hogyha te köszönnél el a nézőinktől, kínaiul mondjuk? Szia, szia, Nímen! Cajtjen! Remélem értették. Gályász Enikő annyit mondott, hogy köszöni szépen és viszontlátásra. Legalábbis ezt csúgta nekem, hogy ezt mondta, aztán ki tudja. Én is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Dobogó. Aki és ami számít Budaörsön. Legközelebb két hét múlva itt a Budaörsi Városi Televízióban.